Évtizedek óta a szombathelyiek egyik kedvelt kiránduló és pihenőhelye a parkerdő. A terület állapota azonban az utóbbi években jelentős mértékben romlott, időszerű a felújítása. Nagyon kellemes, egy hely, sokat kiszoktunk járni a családdal, barátokkal. Szeretünk itt lenni, már nagyon nyugodt hely. Hát igazából ráfért már a pályákra is, a szalonnasütőkre is eléggé szét voltak. Igazából ez már nagyon kellett. A parkerdőt a Szombathelyi Erdészeti ZRT közjóléti fejlesztési program keretében újítja fel. A munkálatok már javában tartanak. A szombathelyi parkerdő felújítása hozzá vetőleg 28 millió forintba fog kerülni. Ez két ütemben zajlik, az első ütem jelenleg, tehát júliusban kezdődött el, és jelenleg folyik, és valószínűleg mi is úgy tervezzük, hogy tavasszal fog a második ütem kezdődni, illetve befejeződni. A közel 30 millió forintos beruházás során szinte az egész parkerdőt felújítják. Mind az erdős, mind a füves, ligetes területeket rendbe teszik, átépítik a pihenő és játszóhelyeket. Mostani projekt keretében a sportpályák megújulnak, az eddigi futballpálya mellett lesz egy kosárlabdapálya, egy röplabdapálya, pingpong asztal lesz kihelyezve, illetve lesz egy füves futófolyosó mellette. Lesz egy új sporttér, ahol ilyen szabadtéri sporteszközök lesznek. A játszótér bővülni fog. Teljesen új elemként elkészül az erdei cinege tanösvény, mely a környék madárvilágát mutatja be a kirándulóknak. Felújítják a szalonnasütőket, melyekhez új padokat tesznek ki, és kialakítanak három új esőbeállót is.